Köszöntöm nézőinket, Önök Kaposmenti magazinunkat látják. A Kaposmenti térség társulási ülést tartott Csíkóstöttösön, a települések polgármesterei a Magyar Falu programról hallgathattak meg tudnivalókat, az ülésen résztvevő Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár azt mondta, a településeknek kommunikálniuk kell egymással, hogy többen ne pályázzanak egyféle kategóriára. A Kaposmenti Kistérség társulási ülésén gyűltek össze a térség polgármesterei Csíkóstöttösön. Az ülésen részt vett Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, aki az első napirendi pontban a vidéki települések megújítását célzó Magyar Falu programmal kapcsolatos tudnivalókról tájékoztatta a dombovári járás településeinek polgármestereit. Az ülésen elhangzott, hogy úgy kell elosztani a falvak között a pénzt, hogy lehetőleg minden kaposmenti térségi település tudjon részesedni a Magyar Falu program forrásaiból. Kaposmenti Kistérségi Társulás tartotta meg a rendesülését, és az első napirendi pontban a Magyar Falu programmal kapcsolatos tudnivalókról tájékoztattam a polgármestereket. Fontos lesz az, hogy a megpályázható dolgokat a települések úgy osszák el egymás között, hogy a forrásokból mindenki tudjon részesülni, és tényleg minden település csak azokra a forrásokra pályázzon, ami arra a településre szükséges. Az ülésen szó esett a települések kulturális fejlesztéséről is. A dombovári járás kisebb falvaiban különösen nagy szükség van az épületek fejlesztésére, felújítására és az infrastrukturális fejlesztésekre. Ugyan a legtöbb épületet már felújították, azonban akadnak még olyan közösségi épületek, orvosi rendelők vagy művelődési házak, amik elavult állapotok miatt már nem, vagy csak részben tudják ellátni feladataikat. Az ülésen értesültek arról, hogy a kormány egyedülálló módon egyéves időtartamra 3 millió forintot biztosít humán erőforrások fejlesztésére. Ez az összeg nagy segítség abban, hogy megfelelő szakembereket tudjanak alkalmazni a települések fejlesztéséhez. A Magyar Falu aktualitásáról meghallgattattuk Potápi Árpád államtitkár úr rövid előadását, amelyben azokat az apró kulisszatitkokat osztotta meg velünk, amelynek mentén a településeink sikeresek lehetnek. Április 15-ét követően a közösségi terek fejlesztésére vonatkozó pályázattal tölt idejét ma azt gondolom minden szinten magyar település, hiszen ez egy olyan lehetőség az önkormányzatok részére, ahol építési beruházásra 15 millió forintot, eszközbeszerzésre 5 milliót, és humán erőforrás alkalmazására pedig 3 millió forintot tudnak költeni. Azt gondolom, hogy ez a volumen elégséges ahhoz, hogy azokat az infrastruktúrális fejlesztéseket meg tudjuk valósítani, amelyekkel a korszerűsíteni tudjuk ma a már meglévő épületénket. Nyilván ez egy új épület létrehozására kevés ez az építési pénz, de azt gondolom, hogy ma már a kihívás inkább a felújítás, hiszen ezek az épületek már mindenhol a településeink rendelkezésére állnak. Az, hogy humán erőforrásra rendhagyó módon először biztosítanak egyéves utamidőre, vagy 12 hónapos időtartamra 3 millió forintot, ez minden kis település életében nagyon fontos, hiszen olyan közművelődési és kulturális szakembereket tudunk alkalmazni, amelyeknek a forrását, ennek a pályázati pénznek a megnyerése követően tudjuk csak biztosítani. Hiszen a közművelődési feladatokra eddig kapott 1,81 millió forintos normatíva egy magasan kvalifikált szakember alkalmazását nem tette lehetővé, hiszen szinte gyakorlatilag a dologi költségekre felértük az 1,81 millió forintot. Sok településen már elavultnak számítanak a térfigyelő rendszerek. Ezekre azért van szükség Pintér Szilárd szerint, mert így a közbiztonság jelentősen megnőne a községekben és a falvakban is. A Kaposmenti Települések Társulási Ülésén ebben a napirendi pontban is pozitív döntés született, a települések polgármesterei megszavazták a térfigyelő rendszerek felújítását. Másik nagy kihívás volt a mai délután még, hogy a kistérségi térfigyelő rendszer, amely 4 éve épült meg, és 15 településen 29 kamera üzemeltetésére adott lehetőséget, az idők folyamán elhasználódott, bizonyos eszközök felújításra, korszerűsítésre, vagy akár cseréne is szorulnak. Ezt az üzemeltető vállalkozó, ezt az állapot felmérést elkészítette március 31-ig, nyilván ennek mentén felszínre kerültek azok a fejlesztések, felújítások, amelyre meg kell teremtenünk a forrást. Mai ülésen a társulási tanács is döntött erről, hogy megrendeljük a vállalkozótól a tényleges költségvetés ismeretében ezt a munkát, és természetesen azt gondolom, hogy az eddiginek megfelelően kameraszámok arányában fogjuk felosztani ezt a pénzt egymás közt igazságosan.
A Magyar Falu Program 2887 5000 lakos alatti falut érint, a kormány 150 milliárd forintot fordít ezeknek a falvaknak a fejlesztésére. Ennek a programnak a célja a vidéki települések korszerűsítése, a vidéki élet népszerűsítése és az elvándorlás megállítása, valamint a családok letelepedésének elősegítésére való korszerű infrastrukturális követelmények megteremtése. Hetedszer rendezték meg a Csikós-Töttösi horgászversenyt a Hábító partján. A horgászok ugyan napos időt nem fogtak ki, halak azonban akadtak a versenyzők horgaira. Az eseményen részt vett Pintér Szilárd, Csikós-Töttös polgármestere, aki elmondta, közelebb hozta egymáshoz a családokat a versengés a legnagyobb halért. A horgászat a kritikusok szerint csak unalmas egy helyben ülés, ahol nem történik igazából semmi. Azok, akik szenvedélyes horgászok, viszont úgy vélik, a horgászat az egyik legjobb kikapcsolódás a világon. Az emberek ilyenkor elvonulnak a városok zajától, vagy az otthon nyüzsgésétől, akár egymagukban, akár baráti társasággal egy szép horgásztó vagy folyó partjára, és egész nap lógatják a horgászbottyaikat a nagyobb halakra várva. Csikós-Töttösön is ennek az érzésnek hódoltak a helyiek a festői környezetű Hábító partján, a hetedik alkalommal megrendezett horgászversenyen, amit hagyományosan május első hétvégén rendeznek. 2013 óta szervezzük minden évben május második hetében a horgászversenyt. Idén 23 nevezővel indultunk, reggel 9 órakor kezdődött a verseny, fél egyig horgászhattak a versenyzők, idén kevesebb kapás volt, de annál nagyobb lelkesedéssel vettek részt a tagok, és utána pedig egy kis ebéddel vendégeljük meg a családokat. Az első három versenyzőt díjazzuk, 3 kiló 40 dekával nyert az első, egy 10 dekával maradt le a második versenyző, és utána már a kisebb kárászokat fogták, és azokat pedig egyben mértük. Mindegyik horgászversenynek különbözik a szabályrendszere. Ez függ a tó méretétől és a horgász egyesület szabályrendszerétől. Ezen a versenyen az volt a szabály, hogy a halakat súlyuk mérése után visszaengedték a vízbe, a győztes így a zsákmányt ugyan nem tarthatta meg, a dicsőség viszont az övé lett így is. Hajdics Zsombor a verseny kezdetétől horgászott, ám a kapás nála sem jött azonnal. Aztán a 3 kg 40 dekás pontja, ő lett a horgászverseny győztese. Reggel 9 órakor kezdődött a horgászverseny, fél egyik tartott, és kb. Egy óra, másfél óra lógatás után fogta, hogy 3,4-es pontjot, mivel nagy valószínűséggel megnyertem a horgászversenyt. Nagyjából egy 3-4 éve horgászok, tag vagyok a Hábitavi tón, mint horgász. Fűzött kukoricával fogtam halat, illetve vetetőanyaggal. Nagyon szépen vitt a hal, fölvitte a kapásjelzőt, egy ejtéssel hozta ki fel a part felé, és megfogta a sikert. Nagyon jó kikapcsolódás szerintem ez a horgászat, jó a társaság, jó a természet, egy jó kikapcsolódás igazából. A verseny hőse a második helyezett Gálosi Gyula lett, aki annyira keményen küzdött fogásával, hogy a horgászbottyának a vége le is tört a ponty erejétől. Bár a küzdelem nagy volt a hallal, végül mégis a hálóba került, hogy kiderüljön, csupán 10 dekával maradt el a győztes fogástól. 8 óra azóta volt bedobva a bot, és most jött az első hal. Az első kapásom is az első hal. Pellettel, és etetőanyagom egy epres anyag, egy édes epres anyag volt. Évente egyszer rendezzük itt meg, és csak ide járok, én máshova nem járok. A horgászat kortalanságát mutatja, hogy a fiatalabb korosztály is szép számmal mérettette meg magát a versenyen. A győztes is egy ifjú horgász volt, azonban akadtak nála fiatalabb versenyzők is. Csavari Zsolt ugyancsak egy kárászt fogott a versenyen, ám kiemelte, azért szeret horgászni, mert megnyugvást jelent neki a természetben lenni. Fél 9 fele jöttem, és ott a horgászok.
kukoricával, pálinkás kukoricával és féder felszereléssel. Megnyugvást ad, és szeretek a természetben lenni. Pintér Szilárd Csikostöttös polgármestere, bár ő maga nem hódult a szenvedélynek, azt mondta, a verseny jelképes, az összetartozást erősíti a Horgász Egyesület tagjai között. Nagyon fontos számomra, hogy 2013-ban a Faluszépítés Horgász Egyesület tavat ki tudta ide alakítani, azóta folyamatosan ez a társaság formálódik. Ma 64-en vagyunk tagjai ennek a Horgász Egyesületnek, és a toppos pályázat mentén 2018-ban ezt a mögöttünk lévő szociális blokkot ki tudtuk alakítani. Ma 64 tagból és abból családjából több mint 50-en részt vettek ezen a versenyen. Ez a verseny azt gondolom mindenféle jelképes. Ez arról szól, hogy összetartozunk, próbáljuk meg reggeltességig jól érezni magunkat, és még hogyha nem is mindenféleképpen a legnagyobb halat sikerült kifogni a tóból, de mindenki sikeresnek értékeli mai napot. Volt, hogy temették, és ma is csak pár százan élnek itt, Várong vezetői, és a várongiak azonban előre tekintettek mindig is, és évek alatt folyamatosan fejlesztették, amit csak lehetett. Most például egy teljes utcát újítottak meg, mely segíti a gazdálkodásban résztvevőket és az itt lakókat egyaránt. Várongon alig 180-an laknak. Volt idő, amikor a megszűnés veszélye is az itt élők feje fölött lebegett, hiszen szerepkör nélküli településként tartották számon. A helyiek a falucska vezetésével összefogva másként gondolkodtak a jövőről. Ennek köszönhetően fejlesztésbe kezdtek, és sikeres pályázataiknak köszönhetően lépésről lépésre újították meg, vagy építették föl mindazt, amit lehetőségeik határain belül maradt. Új út épült a falu főutcáján, létrehozták a faluházat, és a turizmus fejlesztése érdekében panziót is építettek. A Dózsa utcára azonban valahogy sosem jutott a pénzből. A belügyminisztérium pályázata lehetőséget adott a régi adósság törlesztésére. Nagyon nagy jelentősége van a falu életében. Azt mondhatnám, hogy talán nagyon sok pályázatot vártunk ma, de erre a pályázatra vártunk a legjobban. Ez 89-ben épült az út, és nagyon rossz kátyús volt ma, és régi álmom, hogy ezt az utat meg tudjuk csinálni. És több éven keresztül adtunk be pályázatot, de sajnos nem sikerült. Mindig ilyen belügyminiszteri pályázat volt, de mindig elfogyott a pénz. Most tavaly nyertük meg ezt a pénzt, a tavalyi évben, 2018-ban, de csak ebben az évben tudtuk megvalósítani ezt a pályázatot, mert ugye különböző dolgok vannak, amit ugye előtte le kell bonyolítani, és hát ugye elég sok pénz volt a saját erő is itt, mert a Várongnak az iparőzési adója elég jó, és az adóerő képesség jobb, és akkor így 35%-ot kellett a Várongi önkormányzatnak fizetni, 20 millió forintos pályázat volt, hogy a 20 millió forintból 13 milliót fizetett az állam, és 7 milliót fizetett a Várongi önkormányzat, de így is nagyon örülünk, hogy elkészít, mert tényleg jó minőségben megvalósít, és ez egy nagy boldogsága nekem is, meg a falu lakóinak, meg a képviselőtestületnek. A Dózsa utca 1300 méter hosszban kapott új felületet, és a patkarendezésnek köszönhetően a vízelvezetés problémája is rendeződött. Nagyon kis keskeny út ez, mert ugye annak idején, amikor készült, nem volt többre lehetőség, 2 méter 60 centi széles, és most se lehetett ezt szélesebbre, ezt aszfaltoztuk le, és akkor még csináltunk neki patkát. Úgyhogy nem 3 vagy 4 méter széles, hanem keskeny, de így azért elférnek a gépek, ki is tudják kerülni egymást, megcsináltuk a vízelvezetőket is így lefele, nem arkot, hanem szépen lesegítettük, úgyhogy jó néz ki az út, nekem tetszik a minősége is, úgyhogy örülök neki, megmondom őszintén. Várongon nem adták föl. Még ha zsáktelepülés is, ha az élet sokszor nehéz helyzet elé állítja a vezetőket, újabb és újabb megoldásokat keresnek lakhelyük élhetőbbé tételére. Évek óta tesznek annak érdekében, hogy egyre többen látogathassanak el ide, és ha lehetőséget látnak ebben a nyugodt környezetben, akkor segítsék a fejlődést. A szükséges infrastruktúra a rendelkezésre áll. Azt valószínűleg kevesen tudják, hogy Lápafőn hunyt el az egyik legismertebb betyár, Sobri Jóska. Bár Kirtyán Károly polgármester azt vallja, rablóknak nem állítunk síremléket, azért emlékhely kijár a nevezetes betyárnak. És ha már emlékhely van, a megközelíthetőségre is gondoltak Lápafőn. Thank you.
Lápa főhatárán búsul a nagyfa, híres sobdióska aluszik alatta. Így szól a vers. És valóban a történelmi kutatások szerint a híres betyár vezér 1837. február 17-én veszítette életét a falu határában. 500 pandúrt vontak össze az elfogására, akiket katonák és bosszúvágytól fűtött fiatal nemesek is segítettek. Végül Lápa főhatárában bezárult a kör, és Sobdi látta, hogy nincs menekvés, és öngyilkos lett. Társait elfogták, és felakasztották. Lápa fő mostantól emlékoszlop őrzi a betyár emlékét. Régóta vágyunk volt, hogy sikerüljön a sírhelyét megjelölni egy kopjafával, amelyre most kerítettünk sort, és ez is majd jövő hét szombatján, 18-án lesz átadva a lakosságnak, illetve azoknak az érdeklődőknek, akik országszerte érdeklődnek Sobdi Jóska iránt, mert már idáig is megvolt ez az érdeklődés, csak nem tudtuk bemutatni, hogy tulajdonképpen hol van a sírhelye. Most ez is megtörténik. A sírhelyavatás csak egy része a temető és környéke rekonstrukciójának. Lápafön sokáig nem volt kerítés a temető körül, és az ide vezető út is szinte járhatatlan volt. Már jó pár 10 éve cél lett volna, mert az idei évben sikerült megoldanunk, hogy bekerítsük a két temetőnket, mert addig nem volt, és a temetőhöz felvezető út annyira leromlott állapotban volt, hogy szinte járhatatlan. Többször nekifutottunk, amire eljutottunk odáig, hogy pályázat útján sikerült annyi összeget nyernünk, hogy ezt az útszakaszt fel tudjuk újítani, és mint látható, ez sikerült. A mai nap volt éppen meg a műszaki átadás, átvétel, úgyhogy minden rendben volt, készen van. Erre szánt összegből kijöttünk, úgyhogy át tudtuk adni a lakosságnak. A költségek megközelítették a 18 millió forintot, a község a beruházáshoz önerőként 3 millió forintot tett hozzá. A következőkben az önkormányzat folytatja majd a temető rekonstrukcióját. Május 11-én családi napot rendeznek Döbrökközön, ahol többek között a helyi öregfiúk labdarúgó csapata a Fradi öregfiúkkal csap össze, majd az Ősök Hőse elnevezésű sportvetélkedőre kerül sor, és a délután folyamán fellép majd a Dupla Kávé zenekar. Május 25-én Csikós Tőttös rendezi meg hagyományos falunapját, a színes kavalkádban színpadra áll a helyi tánccsoport, és minden jelentkező megmutathatja főző tudományát is. Este Kacsor Feri szórakoztatja majd a nagy érdeműt, majd utcabálon szórakozhatnak a résztvevők. Gyermeknapi hancúrt rendeznek Attalán május 25-én, a gyerekek kerékpáron és szegvélyen is versenyezhetnek, de lesz traktoros bemutató is. Aki rajzolni szeretne, vagy az arcát festetné színesre, várják őket is a szervezők. Csigasütő verseny is lesz május 25-én Nakon a Gyermek és Falu napon. A délutáni programban a Defekt Duo Pál Dénes, a Jump Rock Band zenekar is zenél, a program zárásaként pedig tűzijáték szórakoztatja majd a közönséget. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!